Na, jó napot kívánok, sziasztok gyerekek, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő videóval. Na, hát ez meg milyen videó, mi gondoljátok? Baromi régen volt videó, és baromi ritkán vannak videók, erről szeretnék beszélni pár szóban, tényleg nagyon röviden, úgyhogy, ha gondoljátok, maradjatok velem. Ugye miért nincs videó? Gondolom ezt így felteszitek magatokba ezt a kérdést, és gondolom várjátok a következő részeket, főleg ugye Farming 19-et, amiatt nincs videó sajnos, mivel... Ugye most költöztem Győrbe, és gyakorlatilag nagyon rettenetesen szokatlan nekem ez az egész, még ugye teljesen új emberek, és új környezet, és új lakás, és új munka, és gyakorlatilag ez mondhatni, hogy megvisel engem, és nem tudok 100%-ig koncentrálni a videózásra, bármennyire is szeretnék, és arra gondoltam, hogy adok magamnak néhány napot, vagy egy-két hetet, amikor így még egy kicsit így belerázódok itt a dolgokba, és emiatt szeretnék ajánlani is nektek egy csatornát, ami nem más, mint ugye Barános Joe csatornája. Aki nézi a videóimat, vagy nézte a videóimat régebben, azt tudja, hogy ki ő. Egy nagyon jó barátom, és egy nagyon, nagyon jó dumás csávó, aki gyakorlatilag hasonló játékokkal játszik, mint én. Tehát Seven Days to Die, Farming Simulator 19-el, és ezekből viszi ugye a sorozatokat, és arra gondoltam, hogy azt az űrt, amit esetleg az én videóimra keltenek, azokba az emberekbe, akik szeretik a videóimat, azoknak ugye ez a csatorna egy alternatíva lenne, mert tényleg ugyanazokkal játszik, a hasonló stílusba, és nagyon, nagyon jó dumája van a srácnak. Na, igazából ennyit akartam, attól ne féljetek, hogy nem lesz, mármint Keeper csatorna megszűnik, nem fog megszűnni. Szeretném folytatni a videózást, de arra gondoltam, hogy én nem tudok úgy videózni, hogy mármint nektek se jó, meg én se tudok úgy videózni, hogy másfél hetente, vagy két hetente kerül ki egy videó. Szerintem ennek semmi értelme, mert várjátok mindig az új részeket a különböző játékokba, és írjátok, hogy mikor lesz a következő rész. Hát az a baj, nem is tudok felelni erre, mert ugye tényleg egy rettenetesen bonyolult műszakos munkarendbe kerültem. Ugye eddig úgy dolgoztam, hogy heti 5 nap délelőtt, most ugye úgy dolgozok, hogy két nap dolgozok, két nap szünet, de ez váltott, tehát úgy, hogy éjszaka és nappal, és ez baromira felborít mindent nálam itt, és nem tudok rendszeresen foglalkozni dolgokkal, és emiatt úgy gondoltam, hogy tényleg ebbe bele kell rázódnom, hogy normálisan el tudjam végezni a dolgaimat, meg a videózást is, és hogyha 100%-osan tudok majd videózni, akkor gondoltam arra, hogy fogok egyébként, nem akarok úgy belefogni, hogy tényleg csak így félváról veszem az egészet. Én úgy szerettem videózni, hogy minden nap egy videó, és tényleg ott 100%-osan ott vagyok. Na, srácok, nézzetek rá Joe-nak a csatornájára. Szerintem biztos vagyok benne, hogy tetszeni fog. Még én is ráfüggök mindig egy-egy sorozatára, pedig én nagyon nem nézek gameplayeket, mert nagyon, nagyon kis kellemes, jó dumája van, és tényleg nagyon szerethető emberke. Na, link a leírásba. Kattintsatok rá, és nyomjatok neki egy feliratkozást, hogyha esetleg tetszik, de biztos tetszeni fog. Úgyhogy adjatok neki egy esélyt. Na, csá! Ismerd jelentkezem, még visszatérek.